Jó estét kívánok! Milyen jó, hogy egy pár perccel később kezdődik, mert így egy egész nagy csapat még pontosan beért, és akkor az egész koncerten részt tud venni. Sajgó Szabolcs vagyok a ház részéről. Szeretettel köszöntöm mindnyájukat. Van egy ilyen kis lap, amire föl lehet iratkozni, ha valaki a Párbeszéd háza programjait, mint olyan izgalmas programokat, mint ez a ma esti is, szeretné kapni rendszeresen heti hírlevelet, akkor írja föl nevét és az e-mail címét. Szeretettel köszöntöm akkor a kedves zenészeket, élükön Leidemann Szilviával, aki olyan sokat tesz, hogy ez az énekkar, ez az Enquetros, hogy itten folyamatosan szolgáljon, nem ismeretlenek, sőt már hazajönnek egy kicsit a házba, úgyhogy nagy öröm, hogy ismét ez a kicsit bizonytalan sorsú, nagyon akart szeptember végi koncert most megvalósult. Úgy akarták az égiek is, hogy ez összejöjjön. Amit hallunk, az egy nagyon izgalmas, folytatódik a Dél-Amerikában, egy 30 évvel ezelőtt körülbelül felfedezett, egy régész által megtalált, legalább 5000 kottalap az őserdőben, csoda, hogy a klímában túlélte a körülményeket, és Szilvia és mások is nagyon intenzíven dolgoznak azon, hogy ez a kincs, ez minél szélesebb körben gazdagító, inspiráló, erősítő legyen, meg legyen osztva. Én nem is húzom most tovább akkor az időt, hanem kívánok nagyon emelkedett testi-lelki gyönyörűséget a következőkhöz. Először hallgassunk meg egy bolíviai jezsuita kantáta, ez barokk zenéről lesz szó, ez az első rész, és mondjuk ős nyelven, a csikitánu nyelven, ez 1700 valamilyen, mondjuk, hogy mondom, úgy évekből, és akkor előadja, mondjuk mondom, a Kenny Kinga, a Barói Zsuzsa, mint mezzoszopránó, a magyar Bári Viktor, mint tenor, és egy, is van mai napon egy vendégünk, a Roberto Rutkauskas, Argentinából, most itt él Európában, és a Nagy Réka egy kísérít minket. Thank you.
hanem is úgy a hangszeres zene, azt hiszem, hogy nincs mikrofon, nem baj. És akkor most fogunk úgy meghallgatni egy verso négyes, mondjuk ez ugyan hangszeres darab. Nagyon érdekes, hogy Chilében délen a Bernard úgy Hávestáv mondjuk evangelizált, ő is, hogy mondom, jezsuita is volt, és akkor tartotta, hogy ez a nyelv, a mapudungun nyelv, ős nyelv, az ottani
mondjuk, hogy mondom, lakosoknak, hogy nagyon, hogy mondom, nagyon gazdag egy nyelv. És akkor úgy komponált barok dallam, mondjuk, alapján ez a pár dallam, amit most úgy fogunk, mondjuk, hogy mondom, úgy meghallgatni, és nagyon érdekes, hogy ő tudta is angol, a görög és a latin nyelv, és a német persze, mert német volt, és mondta, hogy a négy nyelv úgy szembe, ez a Mapudungun nyelv, ez volt a leg, hogy mondom, úgy gazdag. Nagyon érdekes. Most úgy hallgassunk meg, akkor két Mapudungun nyelven. Thank you.
Bolíviából. Jézsúta zene, barok zene. Santa Maria, Caio Stani, Santa Nuque, Pile Tani, Cegen, Mocurri.
az első részének, akkor egy himnusz. Igen, a Celestis Urbis, Jeruzsálem. Thank you.
az Encuentros együttest látják a színpadon, és az én tisztem, hogy megszólaljak, mert hogy miattam cseréltük meg egy picit a műsort, és nem is beszélek hosszan, mert ugye én 7-kor egy másik színpadon állok. Brazil népzenét és feldolgozásokat fognak hallani majd az Encuentros együttes előadásában, de először egy Ave Mariát és egy Glóriát hallgassanak meg, szintén brazil darabokat. Vezénye Chago Bertoggi. A legautentikusabb kezekben vagyunk, mert hogy Chago brazil. Thank you.
Und nimm, mein Herr, den Willen.
Estét kívánok, akkor nagyon gyorsan szeretnénk egy kicsit beszélni a következő darabról. És annyi, hogy ez egy recept, egy nagyon finom brazil ételről, az a neve az ételnek, hogy vatapá. Tipikus Bahiában, Közép-Brazíliában, és rengetegféle fűszer, még mogyoró, még... szóval amit maguk el tudnak képzelni, egy jó brazilos étel. Úgyhogy, szóval vatapá. Köszönöm. Jó, igen.
és még a darabról. Úgy kezdődik, hogy egy körmenet indul a templomból, viszont aznap piac van, és átmegy a piacon, és akkor így haladszik, hogy mindenki mindenfélét árul, és aztán megjön az ihlet, és kezdődik a recept. Köszönöm.
először lett volna a zongora, és utána úgy a kórus, de mivel a kollégánknak kell, hogy menned kellett, úgy Thiago, mondan egy kis darab, csak egyet, mint ráadás, jó? Szegény Thiago, őnek is sok-sok a munkája ma, túl sok, de tudni fog. Hogy a koncert már túl hosszú, de jó. Most még mindig Brazíliában vagyunk, a 19. században. Egy olyan darabot fogok játszani. Az a neve, hogy karakteres fantázia. Szerintem ezt úgy kell elképzelni, hogy mint egy magyar rapszódia, de ez egy brazil rapszódia. Olyan népzene anyaggal, még olyan fajta zene, ami akkor divat volt az országban. Persze nem szabad elfelejteni, hogy Brazília elég új ország. És a mi kultúránk ugye Európából ment, szóval egy nagy része. Úgyhogy valamennyire lehet ismerni, de mégis van egy brazilos kinezet a dolognak. Úgyhogy Brazílio Ichibiri a sertanejo. Thank you.
vendégeket koronázó játékot. Hadd hívjam fel a figyelmet, hogy itt hamarosan a házban egy újabb kiállítás nyílik meg, majd szerdán Csíkszentmihályi Robertnek az életmű töredékéből egy nyújtózások címmel, hogy Calvin és Ignácról kedden egy egész ilyen délután és estében nyúló konferencia lesz. Nagyon sok érdekesség, és hát kívánok további szép estét!